Next Radio. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Max Rádió hallgatót, ha hétfő, akkor BNI, ez azt jelenti, hogy a mikrofonnál Max-et halljátok, és ma is van egy BNI tag vendégem, sok szeretettel köszöntöm a vonalban Král Évát, szia! Hello, szia, köszöntöm a rádió hallgatókat is! Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, és köszönöm szépen! Nos, amiről beszélgetni fogunk, az leginkább az, hogy ki az a Král Éva, és mi zajlik a te lelkedben, és hogyan tudsz segíteni embereknek, és én azt gondolom, hogy ha ezt egy picit meg tudjuk most mutatni a hallgatóknak, akkor már egy kicsikét tettünk azért, hogy jobb legyen a mi kis pici világunk mindannyiunknak. Jól gondolom? Igen, ez abszolút így van. Én egyébként coach vagyok, és embereknek segítek jobbá tenni a saját életüket. Mert néha vannak olyan helyzetek, amikor elakadtunk egy-egy problémával, és úgy érezzük, hogy bármit is teszünk, egyszerűen képtelenek vagyunk A pontból B pontba elindulni, vagyis hát A pontból B pontba eljutni, és ekkor jövök én a képbe, egy külső szám, aki segít. Az az igazság, hogy az elején már akartam mondani, hogy amikor én azt meghallom, hogy coach, akkor mindig az itt eszembe, hogy ez ilyen szitok szó lett Magyarországon. Coach. Miért? Mi az, hogy coach? Pedig nem, egyébként. Nem tudom, én inkább segítőnek nevezném, vagy valaminek. Sajnos ez egy elbaltázott dolog kis hazánkban, hogy a coachoknak valószínűleg azért van, mert nagyon sok... Hogy kell ezt szépen ilyen rádióbarát módon megfogalmazni? Szóval, hogy sok a kontár, és... akik szeretnének előtérbe kerülni, mint normális coachok vagy segítők, azok pedig valahogyan a háttérbe szorulnak, és ennek a szitok szónak az égisze alá valahogyan bekerülnek, és ebből ez egy plusz meló egyébként nektek, mindannyiótoknak, tehát minden coachnak, hogy kikerülni ebből a történetből, és én maximálisan együttérzésem neked és minden coachnak egyébként, aki, még egyszer mondom, idézőjelben normálisan végzi a dolgát, hogy segítsen az embereknek, mert hogy nektek ez egy plusz feladat, amit ti nem kértetek, ezt kaptátok ajándékba. Hát, ez így van, az ezer coach országa vagyunk. Én régebben fitness edző voltam, és egy latin-amerikai mozgásformának a képviselője, nem mondom ki a nevét, mert ez reklámnak minősülne, de mindegy, tehát, hogy akkor is, ott is minden sarkon ennek a latin-amerikai mozgásformának a képviselője voltak, és megtapasztaltam azt, hogy tényleg milyen egy lenni a millióból, és leküzdeni azokat az akadályokat, azokat az előítéleteket, ami te is persze olyan vagy, mint a többi, és nem. Tehát, hogy van coach és coach között is különbség. És ez nem feltétlenül azért, mert mondjuk egyik jobban vagy a másik rosszabb, hanem azért, mert mondjuk egy coach és egy coachi, a coachi az ugye az, akit coacholok, kell egy bizonyos kémia, és ha ez nincs meg, ha nem, nincs meg az összhang, akkor igazából nem is nagyon tudunk együtt dolgozni. Lehet, hogy bármilyen jó, hogyha a kémia nincs meg kettőnk között, akkor nem tudunk együtt dolgozni. És ez ugyanígy fordítva, tehát hogyha lehet az, hogy én nem érzem a kémiát a coachival, és a coachi sem érzi a kémiát velem. Tehát, hogy ez ugyanúgy oda-vissza működik. Uh-huh. És egyébként igen, tehát, hogy ez a segítő szakma, ez olyan, hogy meg a coach is olyan, hogy vannak olyan tanfolyamok, amik kettő nap alatt, valaki két fél év alatt, valaki felnőtt képzés formájában végzi el. Nagyon-nagyon sokfélék vagyunk. Van, aki jobban csinálja, valaki rosszabbul csinálja, valaki ehhez ért, valaki az egyik részéhez ért jobban, valaki a másik részéhez ért jobban. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokszínű szakma, és igen, nehéz sokszor az előítéleteket leküzdeni. No de, hogy lesz egy versenytáncosból, vagy ha úgy tetszik, közgazdászból? Kócs, mi a te sztorid, mi a te történeted? Hát én 20 éve emberekkel foglalkozom, és nem kettő évesen kezdtem el emberekkel foglalkozni.
Szóval 20 éve emberekkel foglalkozom, és hát én, nekem hatalmas szerelmem volt a tánc, amit gyerekkoromban űztem, versenytáncoltam, és hát a szüleim azt mondták, hogy táncból nem lehet megélni, úgyhogy én egyébként táncot szerettem volna lenni, de ők lebeszéltek erről a szakmáról, és hát akkor mihez is kezdjek? Hát akkor megyek szállodában, szállodai alkalmazott, mert hogy az milyen jól hangzik, meg milyen jól öltözöttek a szállodai alkalmazottak, meg csinosak, meg tényleg pörgős, nekem az nagyon fontos volt, hogy pörgős legyen a munka. És akkor ezért kerültem az idegenforgalmi szálloda világába. Utóbb derült ki, hogy közgazdász lettem, leszek idegenforgalmi szálloda szakon. Az közgazdaságtan nem az én világom, tehát maradjunk ennyiben. Én inkább idegenforgalmi szakembernek mondom magam. És a szállodák világát imádtam, nagyszerű volt, pörögtem tényleg, olyan eseményeket szerveztem, amit így álom. És viszont egy idő után már sok volt. És akkor visszatértem az én nagy szerelmemhez, a tánchoz, és akkor lettem ennek a latin-amerikai mozgásformának, amit már említettem neked, a képviselője. És 10 évig én aerobik edző, illetve oktató voltam. Aztán egy síbaleset döbbentett rá arra, hogy ebből nekem igazából, ez nem az én utam, tehát hogy nagyon nehéz volt, mert én azt gondoltam, hogy ez az életem, a tánc az életem, és úristen, de jó. És aztán így kaptam az élettől egy pofont, hogy kislány, nem arra kell menni, amerre te szeretnél. És akkor ez nekem egy hatalmas mély repülés volt, és az nekem eléggé a padlóra küldött, és 8 hónap volt, amíg a sérülésemből, illetve a lelki sérülésemből fölépültem, mert hogy hát ez nekem egy óriási pofon volt tényleg, hogy hát nem ezt kell csinálnom. Hát akkor mit kell nekem csinálnom? És akkor találtam meg a coach szakmát, mert az egyik nagyon kedves aerobik edzőtársam fölrakta éppen a Facebookra, hogy hát ez neki most végezte el a coach tanfolyamot, és hát akkor és akkor ez mi lehet? Én rákérdeztem, és mondta, hogy ez egy nagyon tök jó dolog, nagyon sokat tanul, de mondom, ilyen önsegítő könyvekből összeollózott valami? Nem, azt mondja, hogy tényleg nagyon jó, és tényleg nagyon jó volt, és az első másodpercben beleszerettem. Úgyhogy én így lettem versenytáncosból, dióhéjban, coach. Évi, egyet mondj meg nekem. A sérülésért, a balesetedért hálás vagy? Igen. Hát most már határozottan ki tudom jelenteni, hogy igen. Akkor nem így éreztem. Akkor azt éreztem, hogy még keményebben kell dolgoznom is. És még jobban szólítanom a gyeplőt, és még jobban beosztani az időmet, mert tudom, hogy ezt valamiért kaptam, de először nem azt gondoltam, hogy azért, mert nem az én utam. Csak aztán így egy-két hónap múlva derült ki, hogy én nem akarom ezt csinálni. Úristen! Uh-huh. És ez nekem, és a mai napig hálás vagyok egyébként érte. Uh-huh. Igen, mert utat mutatott neked. Így van. És ez nagyon-nagyon fontos. Képzeld el, hogy 2005-ben, amikor nekem lebénult a bal szemem, megállapították, hogy szklerózis multiplexem van, nem tudnak segíteni, meg fog halni. Következő évben jött a rák, áttétes rák, kis műtét, nagy műtét, 9 órás műtét, kemoterápia, stb. Megállapították, nem tudnak segíteni, meg fog halni. Jaj, ez már olyan lejárt sztori, már 86-szor hallottam. Nem, én nem fogok meghalni, én köszönöm szépen, tök jól vagyok. És megtanított engem a betegség arra, hogy ne betegségtudatom legyen, hanem egészségtudatom legyen. Szeressek élni, mert ha szeretek élni, akkor mindent túlélek, de tényleg mindent túl lehet élni. És ezt amíg az ember meg nem tapasztalja, addig ezek csak üres frázisok lesznek, és így néznek rád, mintha ilyen, nem is tudom, milyen űrlény lennél, hogy miről beszél ez az ember, mi hálás azért, mert majdnem meghalt kétszer. És tényleg hálás vagy itt? Igen, tényleg. Azért, mert ezek a dolgok, ezek megmutatják nekünk az utunkat, és azt is megmutatják, hogyha rossz az irány. Igen. És te, mint segítő, nagyon jó, hogy a saját példáddal meg tudod mutatni az embereknek azt, hogyha az az irány, az az út, amin ők járnak, az
az nem jó. És abban segítesz, hogy ők maguk rájöjjenek arra, mert hiába mondja a külső személye, a harmadik személye, a negyedik személye, barátunk, a családtagunk, az, hogy nem jó úton jársz, meg változzál, meg stb. Amíg saját magunk nem jövünk rá, addig semmi értelme az egésznek. Süket szöveg az egész, komolyan mondom. Viszont te tényleg abban segítesz az embereknek, hogy ők maguk megtalálják azt a helyes utat, amire rá kell, hogy lépjenek. És ha ebben tudsz segíteni, akkor vagy igazán jó coach, és azt gondolom egyébként, hogy az összes többi coachra is ez érvényes, hogy akkor igazán jók, hogyha az embereknek segítenek abban, hogy maga az ember megtalálja az ő saját útját. Érted? Így van, abszolút. Tehát én az a fajta prizma vagyok, aki egy fény, aki a fényt, ami mondjuk tegyük fel a probléma, fényt felbontom, és különböző aspektusból világítom meg. Mivel én egy külső ember és egy külső szem vagyok, ezért én felülről látom az egész helyzetet. És így tudok én segíteni. Tehát ha én beülök az ember mellé, és elkezdem őt sajnálni, akkor én nem tudok külső szem lenni. Tehát nekem mindenképpen, és ezért is nem jó az, hogyha mondjuk a barátomat, vagy a családtagomat kócsolom. Mert akkor én be vagyok vonódva az ő problémájába, így szép magyarosan kifejezve. Bevonom magamat az ő problémájába, és nem tudok ez a külső szem lenni. Úgyhogy ezért jó egy coach, mert minden egyes részét a problémának meg tudja világítani, és nem én mondom meg, hogy akkor ezt választ, azt választ, vagy amazt választ, hanem te tudod kiválasztani azt, hogy a fényből melyik szint választod, hogy melyik a számod a legmegfelelőbb. Tehát én nem mentor vagyok, én nem tanácsadó vagyok, én kérdéseket teszek föl, és a kérdések által világítom meg az adott problémát, és te tudsz választani. Szóval ez a legszebb az egészben. Én pedig azt gondolom, hogy az a legszebb az egészben a mai rádióműsorban, hogy egy kicsikét az emberi oldaladat sikerült megmutatni, legalábbis nagyon remélem a kedves hallgatóknak, hogy ki az a Král Éva, és ha még több információt szeretnétek, akkor evakral.hu, én már megnéztem, fantasztikus, tök jó kis weboldalad van, Évi. Szóval, ha kedves Megszárdió hallgatók, szeretnétek több információt, akkor evakral.hu, keressétek Évit nagyon nagy bizalommal, ahogy hallottátok, ő ilyen. És remélem, hogy a jövőben még majd beszélgetünk Évivel. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon tartalmas és mély beszélgetés volt, úgyhogy neked nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hát én is neked köszönöm, Max. Szuper volt. Nagyon jól éreztem magam. Köszönöm szépen, kedves Megszárió hallgatók. Král Évát hallottátok, na meg természetesen engem is. Évi, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. További szép napot nektek. Sziasztok. Neked is, szia-szia! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Turn it up! Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.